Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Régió Plusz Televízió térségi, közéleti magazinját látják. Témáink mai adásunkból. Január 26-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendeznek szavalóversenyt Zsámbokon. Több megpróbáltatás ellenére is töretlenül menetel a gödöllői bikák futszal csapat. Galgamenti népzenészek újévi koncertet tartanak a Turai Művöldési Házban január 27-én. Mackó Mária életéről és munkásságáról szóló könyv jelent meg nemrégiben a Kairosz kiadó gondozásában. Zsámbokon a Magyar Kultúra Napja alkalmából versmondó versenyt rendeznek. A Liliomszál Alapítvány egyik alapító tagjával, Bíró Endrével beszélgetek az elkövetkezendő eseményről. Mikor és hol fogják rendezni ezt a versmondó versenyt? Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Zsámbokon fogjuk rendezni január 26-án a József Attila Művelődési Házban. Amint az előbb említettem, a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére egy szavaló versenyt, ami elsősorban 1-8 osztályos gyerekeket fogad, és a környék van megcélozva elsősorban, de egyébként nincs meghatározva, tehát Pest megyéből bárhonnan jelentkezhetnek. Milyen típusú versekkel várják a gyerekeket? Abszolút szabadon választott versek vannak, egyetlen kitétel van, hogy magyar szerzője legyen a versnek. A gyerekek saját maguk dönthetik el, hogy milyen verset szavalnak, hosszúságát tekintve teljesen mindegy, tehát szabadon választott. Meddig lehet még jelentkezni? Utolsó pillanatig lehet jelentkezni. Iskolákkal felvettük a kapcsolatot, Turai iskola, Kókai iskola, Vácszent László, Valkó, Tóalmás, gyakorlatilag a környéki iskolákkal felvettük a kapcsolatot, ők remélhetőleg delegálnak az elég sok gyereket, de más iskolákból is szeretettel várjuk őket. Ez egy verseny, tehát lesznek helyezések is, vagy csak a gyerekek a vers szeretete miatt jönnek el fellépni? Hát abszolút verseny formájában, tehát zsűrizve lesznek. Korosztályokra bontjuk a versenyt, első-második osztályos gyerekek, harmadik-negyedikesek, ötödik-hatodik-hetedik-nyolcadik, hogy a versenydíjazása azért korosztályhoz képest lehetőleg igazságosabb legyen, és hát 4 tagú zsűriből fog állni, akik többnyire magyar szakos tanárok, és 4 darab első helyezetünk lesz, 4 darab második helyezetünk, és az összes többi résztvevő harmadik. Az alapítvány miért tartja fontosnak, hogy a kulturális értékeket a gyerekek tovább vigyék? Hát egyrészt ezt tűztük ki első számú céljaink közé, hogy a gyerekeket lehetőségeink szerint felzárkóztassuk. Elsősorban a kultúrát próbáljuk meg értékessé tenni számukra. Másodszorban pedig egy ilyen szavaló verseny, meg különböző más versenyek, ahol ők részt vesznek, bármilyen szerepet vállalnak, azt úgy gondoljuk, hogy fontos abból a szempontból, hogy megszokják azt, hogy emberek előtt beszélnek, szavalást, a kultúra értékeit képviselni, és ez nem egy ciki dolog lesz majd, ha 16-18 évesek lesznek, hogy hú, népviseletről beszélünk, vagy bármi ilyesmiről, hanem ezt igen büszkén vállalják föl, mert ez a miénk, ez a mi hagyományunk, próbáljuk a hagyományaink értékeit növelni, előtérbe helyezni számukra. A kultúrán kívül az alapítvány mivel foglalkozik még, hogyha esetleg röviden bemutatná a tevékenységüket? Hát a sportot is előszeretettel próbáljuk előtérbe helyezni. Sok esetben csinálunk, tehát foglalkoztatunk gyerekeket, egy másik alapító tag, Gergely Szabolcs, aki a sport részét képviseli, és sok gyereket tanít küzdősportokra. Táboroztatásokban például edzőtáborokat szervezünk, megpróbálva úgy, hogy a lehető legminimálisabb kiadást terelje a szülőket, és a lehető legtöbbet adhassunk át abból, amit tudunk. Tehát a sportterén mindenféleképpen igyekszünk őket fölzárkóztatni, meccsekre vinni, ott is ugyanaz a cél, hogy a gyerekek érezzék a súlyát annak, hogy amit tesz, annak előbb-utóbb
gyümölcsözni fog, a értéke lesz az egésznek. Tehát a sportban ugyanúgy, mint a kultúrában. A szavalóversenyt első alkalommal rendezik meg. Van-e tervben, hogy esetleg ezt hagyománnyá nője ki magát? Abszolút ez a terv. Első alkalommal rendezzük meg, de évente szeretnénk éves szinten megszervezni Zsámbokon, és ezt összekötni a Pesten szervezendő szavalóversenyekkel, ahonnan már a következőben reméljük a jövő évi versenynél a győztesek tovább mehetnek, és újabb díjakért küzdhetnek már Budapesten. Támogatja az alapítványt valaki a szavalóverseny létrehozásában, illetve esetleg díjak felajánlását tekintve? Hát válasz abszolút igen, és nagyon sokan támogatják. Támogatást kaptunk a díjak szempontjából Turáról, a Demény Team Kft-től, Zsámbokon a Vitamin ABC, a TAP terménybolt, valamint a Tóalmási húsüzem, és a Budapestről a Kerba ruhagyártó Kft., aki nagyban segítette a díjak összegyűjtését. Jelentkezni a szavalóversenyre a 0630 716 25 87-es telefonszámon lehet. Tovább törtetnek előre a gödöllői bikák. Az NB1-es futszál csapat ismét bajnok szeretne lenni a szezon végezetével. Nyár végén még úgy volt, hogy nem indulhatnak a bajnokságban, de ezt az akadályt is sikerült leküzdeniük. Így edzés nélkül nyitották a 2012-13-as idényt. A nevezési határidő beadásakor még úgy nézett ki a dolog, hogy nem is biztos, hogy fogjuk tudni folytatni a NB1-es bajnokságot. De aztán végül sikeresen megállapodtunk a Vasas Futsal Egyesülettel. Ugye nekünk az MLS a nevezésünket jogi okokra hivatkozva nem fogadta el, de ez mindenkori prioritásunk volt, hogy Gödöllőn NB1-es futsal legyen. Ezért is kezdtük el 3 évvel ezelőtt egy teljesen új felállásba az NB2-vel. Ugye tavaly, miután megnyertük az NB2-t, tavaly a 3. helyen végeztünk, és ezt szerettük volna tovább folytatni. Ehhez egy picit úgy tűnt, hogy nehézségeink lesznek a MLS jogi döntésének következtében, de az együttműködés alapján végül újra elindult a közös munka a fiúkkal. Csak hogy érzékeltessem, pénteken játszottuk az első bajnoki fordulónkat augusztus 31-én Berettyóújfalun, és azon a héten kedden derült ki, hogy akkor tudjuk tovább vinni ezt az idényt, és szerdán volt egy edzés, hát ilyen felkészüléssel indultunk neki a bajnokságnak, és mondhatjuk azt, hogy a Berettyóújfalu ugye ez mindig egy ilyen örök rivális volt nekünk, és hát egy nagyon profi csapatról van szó, ehhez képest sikerült gyorsan egy győzelemmel kezdenünk az évet, és akkor úgy nézett ki, hogy akkor minden rendben lesz, és ez a nehézség, ez majd egy plusz motivációt is fog adni, de hát mint minden nehézségnek azért ennek is később azért kijöttek a hátulütői, picit akadozott a gépezet, az egész őszi szezon ez azt mondhatjuk, hogy erre ment rá, rányomta a bélyegét, néha okoztunk meglepetést magunknak negatív irányba, meg néha okoztunk meglepetést pozitív irányba is, itt elsősorban ugye mérkőzések eredményét illetően kell gondolni. Év végére összeült a két egyesület vezetősége, illetve év végén, és megállapodott abban, hogy milyen formációban csináljuk akkor tovább a bajnokságot, mert ugye senkinek nem célja az, hogy esetleg itt egy széthúzás vagy egy szétesés legyen, és ennek lett eredménye az, hogy rögtön az első tavaszi fordulót, ami most január 7-én volt Szombathelyen, az első fordulóba, bár eddig mind a kétszer kikaptunk a Szombathelytől, most egy visszavágással sikerült magunk javára fordítani, és reméljük, hogy ezt tovább is fog majd tartani. De mi is az a futszál? A nagypályás labdarúgás hivatalos, elsősorban teremben játszott változata, melyet a FIFA irányít. A név portugál és spanyol eredetű. Kezdetben five-a-side volt a játék neve, később az angol futball és a spanyol szala szavakból született meg a futszál elnevezés. Napjainkra már egy igen dinamikusan fejlődő sportággá nőtte ki magát, mely világszerte nagy népszerűségnek örvend.
a teremlabdarúgás speciális változat, amelyet 4+1 fő játszik egy kézilabda méretű pályán. Van egyéb más sajátosság is, de ebbe mélyebben szerintem nem menjünk bele, és egy speciális 4-es méretű fotballlabdával játsszák ezt a sportágat, amelyik egyébként Dél-Amerikából indult útjára az előző század elején. És most már ugye a FIFA által elfogadott és világbajnokság, illetve Európa-bajnokság kapcsán is mérettetnek meg a válogatottak. Magyarországon ez gyakorlatilag ebben a speciális változatában egy olyan 12-15 éve működik. Gödöllőn 2002-ben indítottuk útjára a futszált, akkor egy baráti társaság volt az, amelyik ezt felvállalta. 2003-ban alapítottunk saját egyesületet, akkor még Gödöllői Futszálklub néven futott az egyesület. Későbbiekben ez Gödöllői Sportklubbá nőtte ki magát, integrálta a gödöllői labdarúgást és egyéb más sportágokat is. A csapatunk, az első osztályban szereplő férfi futszál csapatunk kétszer volt magyar bajnok és kupagyőztes, 2006-7-es és 2005-6-os bajnokságban, illetve akkor szerepeltünk az UEFA futszál kupában, ami hasonló a nagypers labdarúgás esetében működő bajnokok ligájához, és akkor a csapatunk az európai ranglista 14. helyét foglalt el. Ezután úgy döntöttünk, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésre, ezután integráltuk a gödöllői labdarúgást egy egyesületbe, ahogy említettem, ez 2008-ban történt meg. A gödöllői Góliát és a gödöllői akkor már sportklub olvadt egybe, és egy utánpótlás, labdarúgó utánpótlás nevelő szakosztály alakult. A létszám azóta folyamatosan nő, most már elérte a 300-at. Itt azért el kell mondanom, hogy nagypers labdarúgó és futszál utánpótlás képzésről beszélünk, így gyakorlatilag vegyesen vannak a gyerekek. Hol lehet jelentkezni, illetve hol vannak az edzések? Van-e megfelelő hely erre? Természetesen. Gödöllőváros önkormányzat a beruházása kapcsán 2009-ben került átadásra a Gödöllői Sportcentrum, ahol egy műfüves pálya és egy füves borítású pálya került kialakításra, a műfüves pálya pedig téli időszakban sátorfedéssel van ellátva. Ez egy 90x47-es pálya, ami Magyarország legnagyobb sátorfedésű műfüves pályája a téli időszakban, és a társasági adós pályázatoknak köszönhetően most tavasszal egy új nagyméretű műfüves pálya kerül kialakításra a sportcentrumban, gyakorlatilag ezzel ér véget nagyjából a létesítmény fejlesztése. Tehát itt zajlanak az edzések a hét minden napján, gyakorlatilag az egyesület honlapján és a Facebook oldalán is lehet jelentkezni, illetve a Gödöllői Szolgálat újságban mindig van elérhetőség, ahol a érdeklődő gyerekek tudnak jelentkezni. Még egy nagyon fontos dolog van, a gödöllői óvodák közül 6-ban ott vannak edzőink, Ovi foci néven fut a program, de nem labdarúgó képzéssel foglalkoznak a fiúk, hanem egy általános labdás képességfejlesztéssel, és nyilvánvalóan az óvodákban is lehet a gödöllői sportkluba, a gödöllői Bikák csapatába jelentkezni. Ezt 2002-ben találtuk ki, ezt a fantázia nevet az egyesületnek, azóta ez már mindenki számára ismertté vált, és mindenki tudja, hogy a gödöllői Bikák mit takarnak gyakorlatilag. A gödöllői csapatban jelenleg 18 fő futballozik, akik korosztályilag igen különböznek egymástól. Arról kérdeztük Lajos Attila technikai vezetőt, hogy ez nem okoz-e gondot a csapatépítésben. A Baranyi Pál harmadik éve edzője a csapatnak, ez azt hiszem bizonyítja, hogy ő ezt nagyon jól megoldja. Illetőleg azért azt is tudni kell, hogy ez a csapat, illetve ennek a csapatnak a 90-95%-a 3 éve együtt készül, együtt edz, együtt utazunk a mérkőzésekre, nagyon jól ismerik egymást, nagyon jó közösségé formálódott.
Természetesen megvannak az rikák, az ugratások itt éppenséggel nem a fiatalok a idősebbek irányába, hanem visszafelé, de teljes mértékben befogadták őket. Ehhez persze az is kell, hogy a fiatalok bizonyítsanak elsősorban játéktudással, amit maximálisan megtesznek. Korábban elhangzott, amikor elindultunk 3 évvel ezelőtt túljult építkezéssel, hogy hát Gödöllőn a rutin és a fiatalság lesz majd a meghatározó, és ezt úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy ez valóban így is van, és ez a mai napig így működik. Említett Vasassal történt együttműködés alapján az volt a cél, hogy a fiatal, tehetséges, ügyes játékosokat építsük be ebbe a csapatba, és ez sikeresen megtörtént, mert azok a játékosok, akik a Vasas részéről beépítésre kerültek, mondhatjuk azt is, hogy meghatározó játékosok lettek a szezon végére, és remélhetőleg majd a tavaszi folytatásra is. Jelenleg a tabella 4. helyén állnak. Ez jónak mondható, jobbra számítottak, rosszabbra, és mi a jövő? Tehát, hogy a bajnokság végére szeretnék-e az első helyet elcsípni? Hát ki ne szeretné az első helyet elcsípni, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy ma Magyarországon én ezt bátran merem kijelenteni, hogy igazából az első helyet azt előre leosztják a Rábeltónak, a Győrnek. Olyan professzionális körülmények között, olyan professzionális szakmai háttérrel és nem elsősorban gazdasági háttérrel rendelkeznek, amellyel ma Magyarországon én úgy gondolom, hogy egyetlen egy klub sem tud versenyezni. Sőt, azok az eredmények, amiket ők elértek a nemzetközi porondon itt az ősszel a Bajnokok Ligájában, az azt mutatja, hogy európai szinten is ott vannak. Tehát én őket kiveszem, és így azt mondom, hogy tulajdonképpen a dobogó második és harmadik helyéért folyik a harc, illetőleg a bajnokság átszervezése miatt, mivel alsó és felső ház van, elsősorban azért, hogy a felső házba, tehát az első 6-ba kerülve ott legyünk. Valóban most a 4. helyen áll a csapat. Én úgy gondolom, hogy azokkal a hátterekkel, azokkal a körülményekkel, amik itt az elmúlt fél évben voltak, ez egy nagyon szép eredmény. Illetőleg azt is hozzá kell tenni, hogy lehetnénk még közelebb a dobogóhoz, hogyha nem történt volna egy sajnálatos óvási esemény. Ezben most még harcolunk az igazunkért, ugye itt 4 pontot levontak tőlünk, akkor viszont 1 pontra lennénk a 3. helyezettől, de hát a cél az, hogy megőrizzük, vagy hát ha lehetőség szerint tovább is lépjünk a tavalyi bronzérmen. Az előbb szó esett a gazdasági helyzetről, ugye, hogy a győriek elég jó helyzetben vannak ilyen tekintetben. A gödöllői csapat milyen helyzetben vannak, és várják-e a támogatók segítségét esetleg? Szerintem nincs ma az országban olyan sportszervezet, amely ne várna a támogatóknak a segítségét, illetve jelentkezését. Nálunk itt a gödöllői Bikáknál a fő támogató, a fő segítség az önkormányzat. Ehhez természetesen az is kell, hogy olyan eredményeket produkáljon a csapat. Ez teljesítmény függő a támogatás, de ez egyrészt mérhető anyagiakban, tehát forintálisan, másrészt pedig szolgáltatásban, tehát hogyha arról van szó, akkor bármikor tudunk termet, olyan iskolai termet kérni az edzéshez, ugye, ahol az önkormányzati kapcsolatok vagy segítség szükségesek. A gazdasági része az egyesületnek, egy viszonylag alacsony költségvetésű egyesület vagyunk, és ehhez képest vagyunk ott a meghatározó csapatok között. Vannak tőlünk rosszabb körülmények között gazdálkodók, de mint említettem, vannak jobbak is. Ez sajnos a mai magyar futszalnak a sajátossága. Sokan nem tudják, hogy miről van szó, sokan nem tudják, hogy ez egy milyen sportág. Viszont aki egyszer kijön, és megnézi, és meglátja, hogy miről van szó, akkor azért általában ott marad hosszú távon mellette. A gödöllői Bikák nagy ellenfelüket, a budaörsi Aramis Sportegyesületet izgalmas mérkőzésen 3-2-re verte hétfőn a gödöllői Szent István Egyetem sportcsarnokában. Ezzel úgymond revanst vettek, hiszen ez a csapat volt az, aki egy előző mérkőzésüket megóvta, így a Bikák elestek 4 ponttól. A következő mérkőzést jövő hét hétfőn a 9. helyen álló FC Veszprémmel játsszák. Immáron 7. alkalommal rendezik meg
a Turai Bartók Béla Művelődési Házban a Galgamenti Népzenészek újévi koncertjét. Lehet, hogy furcsa egy kicsit az, hogy mondjuk január végén egy újévi koncert, de valahogy mindig úgy alakul a dolog, hogy egy kicsit összerázódik ez a népzenész stáb, és körülbelül úgy január végére rázódik bele mindenki a mindennapok lefolyásába. És hát ezért rendezzük ezt az újévi koncertet így január vége fele. Idén is január 27-én vasárnap lesz a koncert. Minden évben van a koncertnek egy neves meghívott vendége. Ebben az évben a Dűvő zenekar lesz a vendégünk Salgó-Tarjánból, valamint egy tánccsoport is, a Felszállott a páva című tévés vetélkedőből, népzenei néptáncos vetélkedőből. A Cifra tánccsoport lesz még a vendégünk, aminek turai érdekeltségei is vannak, az Agyvabanda tagjai, és ezen kívül pedig turai táncosokat is köszönhetünk majd a színpadon, akik a Cifra Tánc Együttesben táncolnak. Tehát mondhatni, hogy egy hazai produkció megint csak nagy sikereket élt el az országos médiában. Lesznek állandó fellépői is az estnek. Minden évben meghívunk környékbeli zeneiskolákból fiatal, feltörekvő tehetségeket, növendékeket, sőt a legkisebbeket is el szoktuk hívni, hogy lássák, hogy hova lehet majd fejlődni, mi az, amiért érdemes egy kicsit dolgozni. És nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy ez a rendezvény most már azt kell, hogy mondjam, hogy lassan kinövi a Turai Művelődési Házat, mert hogyha ha nem nagyon hirdetjük meg, akkor is garantált a teltház. Hogyha megvan hirdetve, akkor pedig mondhatni, hogy még a csilláról is lógnak. Úgyhogy nagyon nagy örömet jelent számomra, hogy ezt a műfajt is ennyire megbecsülik, és ennyire szeretik ezen a vidéken. Sok szeretettel várunk azért mindenkit idén, tehát 2013. január 27-én délután 5 órai kezdettel itt Turán a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár helyszínén, a nagyteremben. Két félidős koncertre kell felkészülni, egy kicsit maratoni szokott lenni az általában, kétszer egy órás, esetleg a második félidő egy kicsit hosszabb, aztán pedig kezdődik a mulatozás, egy közös folk kocsma szokott lenni általában minden évben, és hát idén sem lesz másképp a Turai Bóha kocsmában, akinek ez így mond valamit, azt várjuk ott sok szeretettel a koncert után, egy kicsit közelebbről is megismerkedhet a zenészekkel, a hangszerekkel, de akár táncra is perdülhet. Kairosz kiadó Miért hiszek sorozatának 88. kötetében Mackó Mária, Emerton és Magyar Örökségdíjas énekművésszel beszélgetett az író Lőrinc Sándor. A kötet, melyben Mária Val élete és munkássága egy részéről a Szeretni küldött, aki megteremtett címet kapta. Arra kértük a művésznőt, hogy a televízió nézőinek mutassa be a nemrégiben megjelent könyvet. Egy életút szösszeneteit
foglal magába, mert ez a Karcsú-gerincű könyv, amelyet a Kairosz kiadó Bedő György kiadásában láthatott meg most a közönség. Sajnos nem engedélyezte, hogy az egész életutat belesűrítsük ebbe a kis keskeny gerincű könyvbe, viszont nem is ez a lényeg, hanem az a tanítás, amely a sorok között olvasható, amelyből minden nap meríthetnek az olvasók, és azért is csodálatos ez a kis könyvecske, mert befér a zsebbe, és az ember magával viheti, bárhová megy, és akár adhokszerűen felüti, én pontosan tudom, hogy üzenetet fog kapni arra a napra, arra a percre, vagy azokra az áldott órákra, amelyre kéri. Ezek az üzenetek, amik a könyvben találhatóak, ezeket ön honnan kapta? Engem egyszer meghívott a Jóisten ide a földre egy hatalmas kalandra. Annak idején biztos, hogy valami kis rózsaszín pendelykében ülhettem ott a mennyekben angyalként, és szólt az Úristen, hogy menj le cudarvilágba, és hirdesd azt az igét, amely megtartja az embereket. És akkor én igent mondtam neki, mert tudom, hogy mindannyian küldetéssel vagyunk ezen a földön, és mindannyiunkkal külön szövetséget kötött az Isten. Csak ezt a küldetést fel kell vállalnunk, először is fel kell ismernünk, és az életutat végig kell mindenkinek járnia. Azért küldött az Isten, hogy énekemmel dicsérjem őt, és gyógyítsam azokat a lelkeket, amelyek betegek, akiknek szüksége van ezekre az énekekre, arra a dallamkincsre, amely a miénk, amely megtart minket évezredeken át. Az ön életútjában mikor jött el az a pillanat, amikor rájött, hogy önnek a hangjával van teendője, tehát a hangjával fogja meg az embereket és vezeti őket rá a hitre? Talán előbb énekeltem, mint ahogy beszéltem, és gyönyörűen énekeltek a bölcsőn fölött a szüleim és a nagyszüleim is. Aztán az ő példaképük után elindultam ezen az úton. Természetesen kellett egy olyan ember, aki felfigyelt arra az érzékenységre, amely bennem van. Ilyen volt az első tanítónénim, Feketéné babanéni, és aztán a férje, Fekete László, aki nekem az énektanárom volt. Ők nyitogatták az én értelmemet, és ahogy cseperedtem, Laci bácsi rám bízott nagyon komoly feladatokat az énekkarban is. Először énekelhettem vele a Zeneakadémián és a Magyar Rádióban. Gyönyörű emberek vettek engem körül, gyönyörű lelkű emberek. Szeretetben éltem, és mindent szerettem volna megtanulni. Magamba szívtam mindent, amit csak lehetett. Nagyon jól sportoltam, nagyon jól rajzoltam. Nagyon szerettem az irodalmat és a történelmet, de úgy látszik, hogy a zene volt mégis a legerősebb, amely önkifejezésemmé vált az ének, amely megtart minket minden körülmények között, akár örömünk van, akár bánatunk van. Én érzem azt, hogy egy jókor jött ének, amely megszólítja a másik ember lelkét, őt tovább segíti ezen az úton. Az énekeken keresztül eljuthatunk bárki lelkéhez, de egy nagyobb közösséghez is. És tudom azt, hogy az az ének, amely kapcsolatot tart az Istennel, az gyógyítja a lelkeket. Látom, ahogy koncert közben kisimulnak az emberek ráncai. Van olyan, aki belealszik a koncertbe, és akkor tudom, hogy elérte őt az a hatás, amelyre várt. Ezek mellett, a dalok mellett gyönyörűen énekel népdalokat is. Ez miért fontos, főleg manapság, miért fontos a népdal? Ezek lírai költemények. Kiválóan lehet például a fiataloknak egymásnak üzenni, udvarolni az énekeken keresztül, és az énekeken keresztül mindent el lehet mondani.
Én nagyon boldog vagyok, hogy a legszebb nyelven magyarul énekelhetek és imádkozhatom, és magyarul szólhatok a lelkekhez, hiszen ha van egy magyar anyanyelvünk, akkor kell, hogy legyen egy magyar zenei anyanyelvünk is, és kell, hogy legyen egy magyar mozgáskultúránk. Ez is mindenképpen magyar kell, hogy legyen. A néptánc a legkeményebb sport szerintem. Iszonyatos erő van benne, amely mindig lehúz ide minket erre a gyönyörű magyar földre, és én tudom, mit jelent úgy táncolni, hogy a cipőm sarka messze szökik, mert az azt jelenti, hogy kitáncoltam magamból örömömet, bánatomat. Ezt az érzést sikerül-e átadni a gyerekeknek, a fiatalabb generációnak? Mindent át lehet adni, nagy hittel és nagy szeretettel. Érezniük kell a hitelességet. Ez a legfontosabb. Én erre törekszem minden áldott nap, amikor reggel megébredek, és még az ágyban keresztet vetek, bejelentkezem az égieknél, hogy megköszönjem az éjszaka nyugalmát, és áldást kérjek arra a napra, amely felvirrat rám, akkor én gyorsan eléneklem még a köszönöm dalt, és ezzel ott vagyok már, és érzem az ő szeretetüket, és óvó fényüket, amelyet meg is kérek minden napra, hogy borítsanak be minket, és engem különösen szeretett fénnyel, amelyről leperegnek a gonoszság nyilai. Ez nagyon fontos manapság, különösen, mert tombol a gonosz közöttünk, és nekünk saját magunkat is formába kell hozni most, hogy túléljük, és erre minden nap nagyon keményen kell gondolni. Én csak a szeretet erejében hiszek. Tudom azt, hogy egy egészséges lelkivilágú ember a szeretetre csak visszamosolyogni tud. Ha nem egészséges, akkor el kell gondolkodni, hogy hol tudja feltölteni magát, vagy ha engedi, akkor én is nagyon szívesen segítek ebben az égiek segítségével természetesen, mert én egyedül kevés vagyok erre. A Fölszállott a páva televíziós műsor szólóének kategóriájában Csizmadia Anna nyert, aki Mackó Mária tanítványa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszakán. Nagyon fontosnak tartottam, hogy végre legyen egy olyan vetélkedő, ahol a saját kincseinket felmutathatják a fiatalok, hiszen nagyon sokan felvállalják az éneklés örömét, az éneklés továbbadását. Ilyen Csizmadia Anna is, aki a Vajdaságból érkezett Kupuszináról közénk a Zeneakadémiára, és nagyon megdobogtatta már tavaly a szívemet, amikor ő felvételizett, hiszen annak idején, amikor a 90-es évek elején én a Kartali Asszonykórust vezettem, szerettem volna egy testvér település kapcsolatot Kupuszinával, hiszen ugyanolyan a viseletünk, ugyanolyanok a szokásaink, a dallamkincsünk, ők ugyanúgy a palóc kirajzás idején kerültek oda, tehát palócok. És ez abból is érződik, hogy amikor elkészítettem Turán a Turai Énekmondók második CD-jét, a karácsony ünnepkörét és a lakodalmat rögzítettük egy hanghordozóra, akkor Csizmadia Anna szülei megkapták ezt a lemezt Bécsből. 2007-ben. Megkapták Bécsből, az unokatestvérük ott él Bécsben kint, és elkezdték hallgatni. És azt mondták, hogy ez a miénk. Hát ugyanolyanok a szokásaink, a dallamkultúránk, a dallamvilágunk, a hitünk, de ki az az ember, aki ott még énekel rajta, ki az a hölgy? És akkor elkezdték hallgatni, és amikor megtudták, hogy én leszek Anna tanárnője az egyetemen, akkor nagyon boldogok voltak, én is ugyanígy. Ezt én most tudtam meg, amikor karácsonykor kint voltam Kupuszinán, mert a Jóisten mindig akkor küld oda és oda, ahol dolgom van, amikor annak ideje van. Nem 90-ben kellett, vagy a 90-es évek elején kellett nekem Kupuszinára menni, hanem most, amikor Annával együtt énekelhettem az ő kicsi, gyönyörű templomukban, és ez egy csodálatos falu, 1921 lakosa van. Ott másként fúj a szél, másként süt a nap. Mi
karácsony előtti szombaton este 9 órakor érkeztünk meg, és engem egy segítő Szűz Mária szobor fogadott, egy kivilágított segítő Szűz Mária szobor, festett régi szobor, és ebből 44 van, ilyen régi szobor 44 van a faluban. Hihetetlen élmény volt. Azt hiszem, hogy hazaérkeztem, gondolatban én sokszor jártam már ott, és jó volt látni azokat az embereket, akiknek az arctere maga egy harctér. Akkora hittel, szeretettel fogadtak, amelyet nehéz elmondani, csak érzékeltetni tudom, érzékelni. Itt most mindenkivel érzékeltetni tudom. És én ezt nem tudom megköszönni a Jóistennek. Azt gondolom, hogy én már nem éltem hiába, ezt többször elmondtam, de most úgy érzem, hogy megvan a méltó utódom Csizmadi Anna személyében, és ezt köszönöm az égieknek. Az együtt éneklés után beszéltem is a templomban. Ez egy hálaadás volt, amely úgy kezdődött, hogy köszönöm a Teremtőnek, hogy akkor élek itt a földön, amikor Anna. Köszönöm a Teremtőnek, hogy adta őt nekünk. Köszönöm a Teremtőnek, hogy együtt járhatunk a spirituális úton, hiszen egy olyan lelki kapcsolat van köztünk első perctől kezdve, amelyet csak úgy tudok kifejezni, mintha 1000 éve ismernénk egymást. És bárhol vagyunk, nem kell ehhez telefon, hogy egymásra gondoljunk, és én érezzem azt, hogy Anna rám gondol, és ő is érezze, hogy én rá gondolok. Terelgetem az útját lelkiekben is, mert egy fiatal lány azért el tud tévedni még, hogyha bármilyen erős is a hite, nem vagyunk egyformán erősek, és nagyon-nagyon sok szellem és lelki táplálékot igyekszem a tanítványaimnak adni, minden héten viszek valamit az egyetemre, és ez őket megtartja a következő hétig. Hallhatjuk-e önt most énekelni valamikor? Természetesen, mindenképpen, hiszen ez az életem. Most először 15-én levizsgáztatom a hét tanítványomat a Zeneakadémián, és aztán elmegyünk Rimócra. Mária eljegyzését fogom meghallgatni és felgyűjteni, és természetesen ott én is énekelek velük, tehát addig még számtalan fellépés, most sok lenne felsorolni, merre és hová megyek. Mindig igyekszem letelepedni a pillanat küszöbére, és azt tenni, amit az égiek akkor éppen küldenek nekem. Így van ez most is. Ezek mellett a fellépések mellett, illetve most megjelent a könyv, fog-e készülni, vagy van-e tervben esetleg egy másik könyv, vagy egy hanghordozó? Ezt az égiek tudják, majd igyekszem figyelni, hogy mit súgnak a fülembe, hiszen engem szeretni küldött, aki megteremtett, hogy világoskodjak a világ előtt, s méltón a hivatáshoz, melyre rendelt, lelkem tükörként sugározza őt. Nem fogyatkozik, aki mindig ad, magát kifosztva egyre gazdagabb. Ezt tekintem célul, Balási László gondolatai mindig velem vannak az úton, és nagyon sokat gondolok rá, mert nem lehet dekázni a szeretetben, a pályán lehet dekázni. De aki nagyon sokat ad, csak azt kaphat vissza. Nem biztos, hogy mindig attól, akinek adja. Lehet, hogy egészen máshonnan jön ez a szeretet, akitől nem is gondolná az ember. És ez jó, erősíteni kell a fénypalástunkat, a fényhitünket, a fényszeretetünket és a fénylelkünket, és ha Isten szent harcba hív, akkor viszont ki kell húzni a fénykardjainkat, és bátran fel kell vállalni az életút hátra lévő részét még. Napsugaras legyen ez az új esztendő, homlokunkra soha ne boruljon felhő. Asztalunkon kenyér, két kezünk munkája. Verejtéket hullajt minden darab.
darabjára. Isten után nekünk más pártfogónk nincsen. Kenyérosztó kezed, áldja meg az Isten. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Önök a Porta magazin 71. adását látták. Témajavaslataikat, ötleteiket várjuk a képen látható elérhetőségeinkre. Remélem, jövő héten is velünk tartanak, a viszontlátásra!